Sziasztok, Drámi vagyok. Az előző részben elkészült a vasfalmunk, de úgy látszik, hogy egy kis segítségre szorul. Nézzük meg, mi lehet a gond. Úgy látszik, hogy ez a fajt nem jó arra, hogy megtartsa a hőt, úgyhogy elmegyünk a nedőrbe, és kerítünk pár crimsonfát, és abból fogjuk elkészíteni a az új kaput, ami majd megóvja azt a vermet attól, hogy beömöljön a víz. Viszont akkor először is leállítom a farmot. Nem szeretném, hogyha itt a rengeteg vasgólemot felhalmozódna. Jó, srácok, egy kicsit jó, most mind a három falusinak egyelőre elzártuk a lehetőséget, hogy megrémizgesse saját magát. Lemegyünk a bányánkba, ott szerzünk egy kis obszidiánt, és lekukkantunk a nedőrbe egy kis Crimson Fire-t. Na akkor. Szükségünk lesz még egy kovakő és acélra. Viszünk magunkkal blokkokat is. Na és merre volt a láva?
Valahol itt jó sok volt. Itt is van. Jó, és legegyszerűbben úgy lehet lábát gyűjteni, ha kiütünk egy blokkot az obszidián forrás mellett, beletesszük a vizet, belecsüccsenünk, és így, ha van is alatta lába, az rögtön obszidiánnál változik, és teljes biztonsággal összeszedegethetjük az összes obszidiánt, amit előttünk van. Ugye ennek feltétele, hogy elérjen idáig a vízforrás, arra kell egyedül figyelni, hogy nehogy túlmenjetek rajta, akkor könnyen bele lehet csúszni. Oké, és meg is van a szükséges mennyiség, még egy picivel több is. Biztosítjuk a helyet, hogy ne legyen nagyon sötét, és itt ki is alakítunk egy portál helyet. Kelljen messzire menni. Jó, és amire még szükségünk van, az egy kova és acél, azt elfelejtettem megnézni, hogy van-e az itteni ládában. De ha nem, akkor ezekből a... De van. Nincs most szükségünk obszidiára. Egy picit kipakolok, hogy legyen férőhelyünk. Jó. Ezt meg is lehet építeni. Na és akkor lássuk, milyen medőrt kapunk. Hát ez egy bazalt. Bajom. Ami elég veszélyes az ugrándozó srácok miatt. És 51-es magasságba jöttünk fel. Könnyű célpontok vagyunk.
Na már ő kiszemelt magának. Egy kis magma krémet is begyűjtünk azért. Ups, ez nem volt jó itt. Kis elrejtett láva pocsolyák. Jó, a következő trükköt fogjuk alkalmazni. Picit aláásunk. És így viszonylag biztonságban fogunk tudni eltávolodni ettől a bájomtól, és reményeim szerint egy Crimson erdőben tudunk pár fát vágni, valamint még kvarcra is szükségünk lesz a későbbi farmjainkhoz. 28-nál vagyunk, és hát mindezt a 14-es szinten fogjuk megtenni, hogy legyen a 15-ös, hogy jó nagy valószínűséggel esetleg még bele tudjunk botlani egy kis ősi törmelékbe, miközben keressük a biomot. Jó. Tizennégyre lejöttünk, az egy picit túlmutat a szándékainkon. Úgyhogy ez a 14, és még egyel feljebb, jó. Jó, és akkor elindulunk északi irányba, megnézzük, hogy mi a helyzet. Bekapcsoljuk. Hopp, egy varperdő. Ez is nagyon jó, sőt még jobb is. Ugyanis majd Ender Pearl-ökre is szükségünk van, és kevésbé veszélyes erdő, mint a Crimson erdő. A rossz emlékű Crimson erdő, amely végzett velünk, velem az előző sorozatban. Ott igazából az én hibám volt, mert meg akartam menteni a netherit páncélomat, úgyhogy levettem, miközben szállítottam a falusit, és amikor a hoglinok ránk törtek, akkor nagyon gyorsan el tudtak intézni, pedig
Pedig normál körülmények között erre nem lett volna lehetőség. Jó, egy kicsit odébb megyek. Hogy ne a láva fölött próbáljak kiukadni. Nem sikerült. Nézzük, mi van erre. Igen, ha már egyszer lejöttünk ilyen mélyre, utána már nehéz visszakeverednünk a megfelelő magasságba. Az előttünk tornyosuló láva óceánok között szinte több a láva, mint a terület. Nézzük meg itt. Újabb kísérlet. Kellemetlen lenne a menekülés közben is sütögetni minket. Majd az aranyfarmunkhoz ezt fel tudjuk használni. Ho-ho-ho. Jók a kilátások. Szuper. Valahogy megjelöljük, hogy jól látszódjon. Ezt el is visszük. Szuper! Még ezeket is. Ennyi most elég lesz. Jó, és akkor viszünk még kvarcot, hogy elindíthassuk a az alapfarmokat. Cukornád, bambusz, tök, dinnye. Ezeket szeretnénk beindítani.
53. Ezzel már legalább egyet meg fogom tudni csinálni. Oké. Okay. Most megpróbáljuk megjavítani a vasfarmot, utána pedig előkészíteni a terepet a farmgyártásra. Még azt kellene kitalálni, hogy melyik farm legyen meg előbb. Cukornád. Bambusz. A cukornádra majd papírát tudjuk alakítani, és azzal is tudunk kereskedni, vagy később a rakétához. Jó lenne egy puskaporfarmot is mielőbb elkészíteni, hogy esetleg azzal keressünk hát itt mi történt? De érdekes. Olyan, mint hogyha eldobta volna a köteléket. Nem a létrehozott egy új portálkaput, és nem a sajátunkba keveredtünk bele. Furcsa. Mindenesetre ezt lebontjuk. Remélem azért nem mindig ide próbál majd visszatenni, és létrejön a végleges kapcsolat a két portálkapu között. Oké. Okay. Most eldobom ezt a kupacot. Inkább az obszidiánt viszem magammal, majd valahol máshol ebből egy tök jó új kapu készülhet. Így a hatékonyság 5-tel azért elég gyorsan fel lehet darabolni. Idáig eljöttél, cica. Messzire keveredtél otthonról. Szóval srácok, úgy látom, itt közben nem unatkoztak. Lezúztak pár arcot. Szóval egy dolgot elfelejtettem, lávát hozni. Arra is szükségünk lesz. Ezért gyorsan még elszaladok. Pótoljuk az itt tönkrement készleteket. Na és iszkiri vissza. Ágy nálunk, szuper. No fiúk. Szabadon távozhattok, megúsztátok.
Nem szeretném véletlenül sem megütni őket. Ha lávától halnának meg, akkor azt nem fogják rám. Azért nem morci senki. Készítjük a tűzálló kapukat. Jó. Akkor újra próbálkozunk. Egyszer. Négy. És most újraindíthatjuk a farmot. Egyszer, kétszer, és háromszor. Jó sok vasfólemünk lett így szabadon.
Úgy láttam, hogy egy már le is pottyant, és zavartalannak tűnik a termelés, nagyszerű. Elhárítottuk a veszélyt, bekukkantottunk a nedőrbe. Még amire itt szükség lenne, az egy jó nagy rendrakás. Úgyhogy van most... jó sok alapanyagunk ahhoz, hogy hozzáállásunk az automatizált farmoknak az elkészítéséhez. Úgyhogy a következő részben ezt is fogjuk tenni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Drámi vagyok, találkozunk a következő részben. Sziasztok!